A Szilágyi Erzsébet gimnázium 1955. novemberében kapta meg mai nevét, amelyet onnantól kezdve minden évben Erzsébet nappal ünnepeltek egészen a 70-es évekig. Közel 20 év szünet után 1989-től újra hagyománnyá vált, hogy megemlékezzenek a névadóra. A programsorozatot évről évre a szobor megkoszorúzásával nyitják meg, ahol az egyes intézmények és szervezetek is leróhatják tiszteletüket. Az EGRI tankerületi központ, a Szilágyi is baráti kör, valamint az önkormányzat is részt vett az eseményen. Ma Szilágyi Erzsébetről, a gimnázium névadójáról emlékeztünk meg, és róla tudni kell azt, hogy korának egy kiemelkedő vérmes amazonja, egy kiváló családanya volt, aki Szilágyi kormányzó testvére volt, illetve Hunyadi László, Hunyadi Mátyás édesanyja. A rendezvényen átadták a Szilágyi Alapítvány díjait, amelyekkel azokat a diákokat ismerték el, akik az elmúlt évben a legeredményesebben teljesítettek. Mindig a tanulmányi versenyeken elért eredmény, sportversenyeken elért eredmények alapján történik. Itt leginkább ugye a felső éveken, a 11-12. Évben az OKTV eredmények azok, amelyek döntően számba jönnek, de 9. évfolyam is vannak olyan országos versenyek, amelyek nagy tekintélynek örvendenek, és akkor azon résztvevő, jó helyezést elérő diákok szoktak jutalmat kapni. Az Erzsébet napon idén 31 diákot jutalmaztak az elért eredményeik alapján.